pályán három engereztünk, ez egy kábel probléma volt. Azt gondoltuk, ezzel megoldódik minden, de nem, mert a másnapi első gyorsasági szakaszon, ami ugye a mért szakasz volt, tehát nem a Királdon, ott pedig hát sajnos ott a rotorunk leégett, úgyhogy ott kiestünk. A szerviz megcsinálta az autót, ami kaland benne, hogy kipróbáltam még egyszer, tönkre ment nálam. Mondták is, hogy csak én nem menjek vele, akkor nem lesz vele baj. Utána újra kész lett, beraktuk partfermébe, reggel libátlanul működött, és eljöttünk ide Salgótarjánba, és az első gyorsági szakasz közepén lehajította magáról az összes szíjat az autó, úgyhogy szervó és töltés nélkül jöttünk már le, azt hittük, hogy defekt van, mert kormányszervó minden elment. Úgyhogy mentem vele két gyorsasági szakaszt, úgyhogy nem volt kormányszervó. Aztán megcsinálták, most az utolsó három gyorsasági szakaszon tulajdonképpen teszt jelleggel egyre gyorsabban tudtunk menni, úgyhogy itt vagyunk. Historikban még sosem láttuk a célt, most először. Ez nem dicsekvés, de bízunk benne, hogy az autó folyamatosan fejlődik, és mi is tudunk vele egyre gyorsabban menni.